A koronavírus járványra való tekintettel Rákos Mente önkormányzata idén nem a megszokott módon fejezte ki elismerését a 17. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság egész éves kitartó munkájáért. December 16-án Horváth Tamás polgármester látogatást tett a lánglovagoknál, ahol Markos Zoltán tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság gazdasági igazgató helyettese, dr. Bakos Gyula tanácsos kirendeltségvezető, továbbá Ribai László tűzoltó alezredes parancsnok fogadta a városvezetőt, aki egyúttal átadta az évvégi jutalmakat is. A hatályban lévő járványügyi korlátozásokra való tekintettel idén nem a megszokott keretek között zajlott a tűzoltók évvégi jutalmazása Rákos mentén, ugyanis december 16-án Horváth Tamás polgármester a Délpesti Katasztrófa Védelmi Kirendeltség 17. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokságán köszönte meg a szolgálat 2020-ban nyújtott áldozatos munkáját. A karácsony közelettével és az évvége közelettével ilyenkor mindig meg szoktuk köszönni a tűzoltóságnak vagy katasztrófavédelemnek az évi munkáját, de természetesen az együttműködésünk már hosszú-hosszú évek óta működőképes, és mindig igyekszünk támogatni az itt dolgozókat is. Ennek megfelelően idén Rákos Mente önkormányzata 4 millió forinttal támogatta a parancsnokságot, melyből adományozási megállapodás útján eszközbeszerzésre is sor került. A hozzájárulás által 2020-tól már egy 1,5 millió forint értékű ipari szárítógép is az állomány rendelkezésére áll. Az eszköz segítségével a védőfelszerelések a tisztítást követően rövidebb időn belül válnak alkalmassá egy újabb bevetésre, mondta Ribai László, tűzoltó alezredes parancsnok. Ez az ipari szárítógép, amit kaptunk a idei évben a önkormányzattól és a képviselőtestülettől, rettentő nagy előrelépés volt, hiszen a bevetési ruhákat ezzel a mosógéppel és szárítógéppel tisztítjuk a bevetések után, és 1,5 órával a tisztítás megkezdése után már ismét hadrafogható a ruha. Ez rettentő nagy segítség, ugyan minden egyes kollégának van egy váltóruhája, de hát tudjuk nagyon jól, hogy bármikor, bármilyen esemény bekövetkezik, és nem elégséges az a 2 darab ruha. A parancsnok hozzátette, a 2020-as esztendőben ünnepelte volna a tűzoltóság fennállásának 150. évfordulóját, azonban a koronavírus járvány gátat szabott az eseménynek. Ugyanakkor a pandémia alatt is kiválóan teljesítettek a tűzoltók, így a városvezetés az állomány 13 tagját nettó 60 ezer forintos jutalomban, további 12 főt pedig elismerő oklevélben részesített, melyeket Ribai László parancsnok továbbít majd az érintetteknek.